Umárni című előadásnak egyfajta bevezetése, ráhangolása a nézőknek az előadásra magára, anélkül, hogy itt most nagyon előadás elemeket használnánk. Mindig is valahogy feljött az, hogy lehet a nézőkkel együtt alkotni az előadást, azon túl, hogy ez nem egy teljes improvizáció, hanem van egy struktúra, amin a stáb végigmegy, amit mi begyakoroltunk, most is már felelevenítettük, hogy is volt ez, de mégis hogy lehet egy eszköztárat adni a potenciális nézőinknek arra, hogy egy picit másképp vegyenek részt az előadáson, vagy egy másik felületet is biztosítsunk arra, hogy egy ilyen szabadabb légkörben tudják megélni a munkát. Nekem ez egy külön, kvázi egy ilyen kutatási téma is, hogy milyen az, amikor a felhívás bárkinek szól, és nincs limitálás abban, hogy ezt vagy azt kell tudni, hanem inkább, ahogy így fel is merült bennetek, hogy nyitottsággal jöttök egymás fele, magatok fele, és én ezt pedig figyelem, hogy tudok ebben segíteni ebben a folyamatban, úgyhogy ez nekem is egy minden egyes alkalom kvázi egy tanulási folyamat, hogy lehet közelebb kerülni a nézőkhöz. Fizikálisan éppen úgy, mint szellemileg vagy lelkileg, és aztán ez, azt remélem, hogy ez kihat arra is, hogy hogyan épül fel, hogyan tudok én egy előadást létrehozni. Nekem ez nagyon szürreális volt, én imádtam minden egyes pillanattal. Nem éreztem azt a szabadságot ebben a folyamban, hanem egy ilyen bújkot éreztem. Ha jó zene volt, akkor szóloztam, de együtt jobb játszom. Más helyzetből szokban, máshogy látod, ilyen megdöbbentően jött le, hogy egy kifordított pózba, hogy van a térbe. Hát tudtam, hogy van ilyen, csak most így ilyen, ez egy tudatosan jött le.
az még egy érdekes kihívás, hogy hogyan tudunk nem ítélkező beszélni az élményeinkről. Fanatikus néző vagyok, de nagyon izgalmas ebben bennem, hogy egyáltalán ugyan, mi a folyamat, amiből egyszer lesz egy előadás. Nagyon izgalmas. Ugyanek az lényeg, hogy ezt kívülemnek nem szabad rájönni, hogy a bók. Persze, hogy nem is fog. Szerintem nem fog rájönni. Ebből a sorokból a sorokból. Innen arra maradunk. És megérkezés.